gerincemben van nagyon régóta probléma, 12 éve legalább, az teljesen biztos, és hát olyan munkaköröm van, ami nagyon megterheli ráadásul a gerincemet. Dolgozom oktatóként, 16 órát ülök egy autóba, egy helyben, megfeszült állapotban, ez részint idegileg is kihat, gerincre is kihat, és hát erre vonatkozóan úgy döntöttem, hogy kipróbálom. Rengeteg pozitív hatást tapasztaltam. Rögtön, talán az első alkalom után éreztem azt, hogy folyamatosan fáj a hátam. Nekem van egy pont, amit mindig érzek, és amikor elkezdtem én ezt használni, akkor utána szinte ez szépen folyamatosan, mintha ott se lett volna, és most már teljesen elmúlt, teljes mértékig. Legutóbb egy nagyon nagy nevű professzor, aki ennek az első számoltja szerintem itt a gerincműtéteknek, ő az, aki legutóbb kezelé látott és időpontot javasolt a műtétre. Hát most boldogan hívtam föl, nem olyan régen, de hát miután elfoglalt ember, ezáltal kicsit várnom kell még a személyes találkozóra, hogy abszolút mondom, a fájdalom az elmúlt, aminek én rettenetesen örülök. Hát ez a leges-leges legjobb része annak a dolognak. Holokra is visszajelzésként kapom, hogy változást látnak rajtam teljes mértékig. Én magamon is látom a változást. Elteszem az olyan ruhákat, ami valamikor jó volt, és szép volt, és csinos volt, és nagyon szerettem. Most sorban jönnek elő, és újra kerülnek elő, hála jó Istennek. Sajnos még van egy-kettő, ami még nem, de majd alakulóban lesz szerintem ez is, úgyhogy teszünk róla. Mindig azt mondom, hogy próbálják ki, nézzék meg, csak, és onnantól tudnak majd mondani bármilyen véleményt is. Én itt számos hölgyel beszélgetek, miközben ugye itt vagyunk edzésnél, én azt is látom, hogy ők hogy jöttek, mert esetlegesen pont egy időben érkezünk, vagy egy időben járunk ide a gépet használni. Látom a változást, és én csak ezt tudom kifele is mindenkinek mondani, hogy próbálják ki, nézzék meg, hisz hát volt itt olyan hölgy, aki nem tudott tényleg valóban menni. Akkor legelőször találkoztunk, akkor szegénykémet úgy segítette be a fia, hát most már jön-megy, szalad, jön-megy, és hát nyilván, hogy ennek köszönhető.